Ma indultak a ceglédi cselgáncs versenyzők a Lisszabonban rendezett felnőtt Európa-bajnokságra. Az ungvári fivérekkel, Vég Zsomborral és a vezetőedzővel, Bíró Tamással az utolsó edzés előtti napon találkoztunk a judó központ udvarán. Ungvári Miklós számára ez nem csupán az utolsó edzés nap volt az EB előtt. A judózással töltött 3 évtized lezárása következik ebben a versenyszezonban. Nekem nem csak az utolsó edzésem így az Európa-bajnokság után, hanem az Európa-bajnokság történetében is az egyik utolsó versenyem, sőt, már tényleg elkezdtem tépegetni ezeket a cetliket, és hát magamban is én kicsit vívódom, hogy tényleg ez a 30, több mint 30 év hogy szaladhatott ilyen gyorsan el itt a sportomban, a judóval, és hát tényleg azt gondolom, hogy mostantól nincs tovább, ez az utolsó, ki lehet jelenteni, ez az utolsó Európa-bajnokságom, még bízom benne, hogy lesz egy hazai rendezésű fantasztikus világbajnokság, és hogyha esetleg netalántán úgy adódik, hogy egy búcsú szimfóniám lehet az olimpiára, ki tudok utazni, az fantasztikus dolog lenne, de tényleg itt már nincs tovább, úgy érzem, lezárok egy nagyon nagy fejezetet, és hogy mit várunk tőle, hát nagyon jó lenne, hogyha itt a ceglédi csapat részéről egy jó szereplést tudnánk felmutatni ismételten. Hát ugye az öcsém, hogyha át tudta menteni azt a formáját, amit legutóbb a Grand Slamen Törökországba mutatott, az nagyon-nagyon biztató lenne, és örülnék neki, sőt már jobban ülök sokszor az ő sikereiknek is. Azt gondolom, hogy itt vannak olyan tehetséges fiatalok, itt 73 kilóba, 66 kilóba, akiknek már nekik kellene ott lenni, nekik kellene bontogatni a szárnyaikat. Nem nekem itt 40 évesen még mindig a szőnyegen állni. Örülnék, hogyha nekik szurkolhatnék, vagy nekik tudnék egy-két tanácsot adni, ők vennék át ezt a helyet és az EB-n való indulás, de ennek ellenére ez a három ceglédi sportoló, ugye Vég Zsombor, Ungvári Attila, az öcsém és jó magam, hát remélem, hogy benne lesz egy legalább egy jó helyezés itt ebbe a hármasba, és hát ugye a Zsombor is egy felnövekvő, már letette a névjegyét, azt mondhatom, juniorba, ifibe, de már felnőttbe is bejelentkezett, bemutatkozott. Én azt gondolom, hogy nekik áll abszolút a zászló, bennük van a 2024-es olimpia simán, sőt a következő olimpiák, az öcsémben is benne van még egy olimpia, de én azt mondom, hogy még ezt a 21-et vagy 20-as olimpiát, ami olyan rögös, ezt abszolváljuk elsőként, és utána beszélünk a többiekről, és tényleg azokról a versenyzőkről, akik még most nem kaptak lehetőséget, vagy még nincsenek ott, de én azt gondolom, hogy minden esélyük megvan arra, hogy akár a következő versenyeken, EB-ken, VB-ben, olimpiákon ők képviseljék a ceglédi judót és a várost. A sportoló úgy nyilatkozott, nem szeretne elszakadni a ceglédi judó élettől. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne a judó nélkül élni, amiben benne vagyok tényleg gyermekkorom óta. Sokszor magamnak is azt mondom, éltem 8-9 évet, aztán 30-at, több mint 30-at judóztam. Éppen ezért most elképzelhetetlennek tartanám azt, hogy ne legyek, ne érintkezzek a judóval, ne találkozzak a judóval. Mindenképpen, hogyha kikérik a tanácsomat, vagy olyan versenyre kiutazni, ahol tudok egy kis tapasztalatot adni, mindenképpen szeretném, hogy tényleg még jobban öregbítsük mind a város, mind a ceglédi judó hírnevét és hírét. Bár Ungvári Miklós életének több mint 3 évtizede összefonódott a cselgáncsal, számos olyan álmot dédelget, amit a visszavonulása után lehetősége lesz valóra váltani. Először elutaznék önmagamhoz, tényleg most már megismerni saját országomat, mert néha úgy érzem, hogy turista vagyok saját országomban, annyit utaztunk, és most az elmúlt hetek, hónapokban is rengeteget tartóztattunk külföldön, edzőtáborban, hol versenyen. Most már én azt gondolom, hogy egy kicsit önmagamhoz megérkezni saját hazámba, országomba, és itt is olyan fantasztikus helyek vannak, amiket nagyon szívesen feltérképeznék, és ha nyaralás, akkor azt mondom, hogy elsősorban Magyarország, és majd aztán jönne külföld. És hát rengeteg olyan dolog van, amit még nem bírtam, vagy nem fért bele teljes mértékben itt a judóba. Ugye a magánélet, a hobbiaimra szeretnék, a barátokra most már tényleg azt kértem tőlük, hogy még van egy néhány hónapom, néhány hetem a 30 évvel szembe, ezt úgy mérlegeljem, és higgyétek el, hogy augusztus után, ahogy vége az olimpia, ugye július 24-én már elrajtol ez a tokiói olimpia, és ahogy hazaérünk, ha hazaérek, vagy ha én ki sem megyek, akkor már az övék vagyok. Ezt a kis türelmet kértem tőlük, és bízom benne, hogy utána mindez a bakacsnista, ahogy te említetted, az kimaxolódik, és meg fogom tudni valósítani azokat, amik még ideig esetleg nem fértek bele. Ungvári Attilára, aki a legutóbbi törökországi Grand Slamen bronzérmet nyert, 3 kvalifikációs verseny is vár a következő hetekben. Van egy Európa-bajnokság, amire már holnap utazunk ki, Portugáliában, Lisszabonban, majd az oroszoknál Kazanyban van egy Grand Slam, és a végén itt Budapesten zárul egy világbajnoksága.
Hát a felkészülést azt próbáljuk a lehető legjobban megoldani, ami megengedett, illetve amilyen országok hirdetnek edzőtáborokat, próbálunk oda bejelentkezni és elutazni. Néha ez kicsit úgy döcögős, múltkor is éppen volt egy Samorini edzőtábor, ahová kimentünk, nem is tudom, 3 busszal, az egyiknek sajnos az a kellett jönni, ugyanis volt egy koronás köztük, és mi a többiek kontakt személynek számítottak, így azt a buszt hazaküldték. Úgyhogy nem egyszerű, viszont az elmúlt, nem is tudom, 5-6 hónapom az azt hiszem egy kicsit úgy pörgősre sikerült, sőt talán, mintha még többet is mennénk most ebben az időszakban, mint a korona előtt. Kicsit felsűrűsödött a program, a versenyek plusz az edzőtáborok egymást érik, és hát ahhoz, hogy ott legyünk az olimpián, mindenképpen ezekre szükség van, és most itt a hajrát meg kell húzzuk. Attila hozzátette, az edzőtáborokban és az eddigi megmérettetések alkalmával sikerült tapasztalatot szereznie a versenyeken várható mezőny különböző küzdő stílusáról. Általában azért már igen ismerjük a mezőnyt, edzőtáborokban a hosszú évek alatt azért sikerült kitapasztalni, hogy ki milyen küzdő stílusban küzd. Úgyhogy nagy meglepetés azért nem várhat, nyilván mindenki hoz egy-két újdonságot, új dolgot. A mezőnynek az erősségéről, sűrűségéről egyenre nem tudok semmit, én nem szoktam ezt így nézegetni, latolgatni, hogy ki és hogy jön el a versenyekre. Meglátjuk ott a helyszínen. A cságáncsúzó azt is hozzátette, előfordul, hogy bátyjával megvitatják a versenyen tapasztaltakat. Vannak ilyen kis beszélgetéseink, de ezek inkább csak a teljesítményekről szólnak. Hogyha nem sikerült, akkor mi lett volna az, amin tudtunk volna esetleg változtatni, vagy hogyha jól sikerült, akkor próbálni ezt a vonalat követni, és ezt tovább vinni a következő versenyekre. A sportoló úgy nyilatkozott, sok tehetséges fiatal találni a ceglédi utánpótlásban. Nagyon sok ügyes gyerekünk van, nagyon tehetségesek. Én azt hiszem, hogy mindenkiben benne van a jó eredmény, és képesek lehetnek a jó eredményre, de nekik kell még most azt hiszem nagyon sokat az asztalra letenni elsősorban munkában, ahhoz, hogy ez a későbbiek folyamán eredményekben megmutatkozhasson. Hogyha ezt a befektetett munkát meg tudják csinálni, és oda teszik magukat 100%-osan, akkor azt hiszem, hogy képesek lehetnek tényleg nagyon sok szép eredményre. Végzsombor számára komoly kihívás lesz a hétvégi verseny, hiszen most a felnőttek között kell megállni a helyét. Mostanában nem indultam nagyon versenyeken, közben jött egy betegség is, és ez miatt szerintem egy kicsit teljesítményem lehet, hogy visszább esett, de reménykedek a jó eredményben. Igazából most egy olyan 2,5 hete edzek, úgy szerintem úgy beleadok mindent, és versenyen mondjuk már nem voltam, ugye Üzbegisztán óta, ez 3 hete volt, szóval így úgy nagyon így a küzdelem sincs bennem, de reménykedek azért, hogy jól felkészültem itthon a versenyre. Zsombor alaposan készült a megmérettetésekre, nem csak az edzőteremben fejleszti magát, hanem a versenyekről és a lehetséges ellenfelekről készült felvételeket is kielemzi. A mezőnyt azt úgy elég jól ismerem, így videón keresztül is, ugye egy fanatikus vagyok, ezért mindig mindenkiről minden meccset szinte megnézek, szóval szinte a jobbaknak már a mozdulatát is ismerem, de elég sok embert ismerek, ugye táborokból, sokat küzdöttem velük, ugye a versenyeken is mostanában egyre többet megyek felnőttbe, így jobban ismerem, meg sok a fiatalabb is, aki egykorú velem, ővelük is régebb óta meccselek már, és így azért ismerem őket, hát, de hát még azt is érzem, hogy kevés bennem a munka, vannak olyan személyek, akiket még azért távol vannak tőlem, de hát meglephetem őket. A fiatal sportoló úgy nyilatkozott, számára most az a legfontosabb, hogy a legjobb formáját mutathassa meg, és érmet szerezhessen a ráváró komoly megmérettetéseken. Most, ami jelenleg indulok versenyeken, ott a maximálisat kihozni magamból. Szeretném bebizonyítani, hogy
hogy van bennem érem is, ezt csak eddig én tudom magamba, de így még a környezetem még annyira nem tudtam bebizonyítani. Hát ebben reménykedek, hogy itt elérek bizonyos eredményeket, és hát ha véletlenül kijutnék az olimpiára, akkor az egy íja pont, vagyis a pont az íre. Bíró Tamás vezetőedző a versenyzők esélyeit és továbbjutási lehetőségeit foglalta össze. Úgy gondolom, hogy a verseny igazából két része szedném, tehát ez egy Európa-bajnokság, tehát ezt külön kell szedni, tehát az EB az mindig EB, ugye számít anyagilag, mert ha itt ér be az ember, az más, mint hogy egy sima Grand Slam versenyen, vagy egy Grand Prix versenyen, hiszen ez mégis csak a Gerevics ösztöndíjukba, stb. Bele számít, meg hát ezt azért jegyzik, tehát mindig az egy EB, vagy egy világbajnokság érem, az megmarad. Tehát a Zsombornál egyértelmű, hogy ott a kijutásra szinte, mondjuk mit tudom én, 1% vagy 2% esély van. Tehát ő neki elsősorban az, hogy az EB-n a tapasztalatszerzés is, ugyan volt már tavaly a felnőtt EB-n, de hát ő még egy fiatal versenyző, tehát neki minden verseny az egy ajándék. Én úgy gondolom, hogy egy tisztes helytállás a fő cél neki. A Mikinél ugye szinte majd ugyanez elmondható, tehát nagyon kicsi a szansz az olimpiára, inkább avval van szansz, hogy önállam még játszik ezt, hogy esetleg egy zöld kártyát az érdemi elismeréséért kapna. Az EB azt viszont külön kell venni, mert ugye egy EB az EB, tehát őneki az már kimondható gyakorlatilag, hogy biztos, hogy az utolsó EB-je, úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó sorsolással esetleg megpróbálhatja a pontszerzést, esetleg éremszerzést. Hát a legfontosabb ugye egyértelmű az Attilának, hiszen neki ugye az olimpiába is beleszámít, bár annyira ez nem számít ez a verseny, mert itt gyakorlatilag csak az első-második helye tudna számottevően előre menni Attila. A harmadik hely, ami amúgy nagyon jó lenne, az avval egy minimálisan, és gyakorlatilag ötödik helytől lefele már a pontok nem változnának a kvalifikációs táblázaton. Tehát neki inkább fontosabb a rá két vagy három hétre lévő orosz Grand Slam, meg már a világbajnokság, ugye az mi le fogja zárni ezt az egészet, mert ott azért még a helyezésekkel is jobban előre lehet menni. Az edző azt is elmondta, a koronavírus járvány a judó szakosztály munkáját is komolyan érintette az utóbbi egy évben. Minket hatványozottan rosszul érintett ez a járvány, mindenkit rosszul érint, de nálunk volt egy olyan garnitúra ifi junior szinten, ami nemzetközi szinten is tudott teljesíteni, tehát elsősorban a Zsombor, ami említetted a Szegedi Danit, de voltak itt még többen, akik ott álltak a nemzetközi berobbanás kapujában. Most őket iszonyatosan visszavetette ez, hiszen még gyakorlatilag még hazai versenyek sem nagyon vannak, nemhogy nemzetköziek. Ugye a kicsiknél ez nem annyira probléma, a serdülő vagy annál lejjebb, hiszen az meg előtte volt probléma, hogy túl sok volt a verseny, és igazából hamar kiégnek az emberek, tehát nem tanulnak meg igazából judózni, a fizikai képzést nem kapják meg, mert már 15 évesen már nemzetközi versenyekre kell járkálni, ez nem volt normális. Itt most ők ebben gyakorlatilag egy kicsit nyertek. Az idősebb versenyzőket annyira ez nem viseli meg, hiszen amikor egy évig nincs szőnyegen, akkor is tud, ha jó föl van készülve, ugyanúgy dolgozni, mintha most jött volna le a szőnyegről. Tehát ez vonatkozik az Attilára is. Viszont ez a Zsombor féle, meg annál kisebbek, tehát az ifi junior korosztályban ez sajnos borzasztó. Most jelen pillanatnyi helyzet szerint is, most szerintem júniusig biztos nem lesz hazai verseny. Most kaptuk ugye a hírt, hogy a héten a junior OB is elmarad, ami két hét múlva lett volna. Egy kisebb nemzetközi felnőtt verseny van, oda talán 2-3 ember ki tudunk utaztatni, ez az ágrábi, hát ez is felnőtt verseny, tehát igazából a másodvonalbeli felnőttek szoktak általában indulni, meg a juniorok, meg ifik, hát most inkább zömében fiatalok mennek, mert máshol nem tudnak indulni, úgyhogy ott megpróbáljuk őket, hát bízunk benne, hogy nyára talán elmúlik valamilyen szinten ez a haddelhad, és akkor beindul valamilyen szinten a versenyrendszer. Elméletileg a verseny naptárban most be van írva, hogy augusztus végén, szeptember elején lesznek versenyek, és akkor talán világversenyt is rendeznek ebbe a két korosztályba. A vezetőedző hozzátette. Fontosnak tartja, hogy a fiatalabb, versenyszerűen sportoló korosztály számára biztosíthatják a lehetőséget, hogy edzésre járjanak, mert úgy vallja, ez a legjobb eszköz a vírus legyőzésére.